Sziasztok! Annyi gondolat van bennem a mai történettel kapcsolatban, amikor is Jézust megfeszíti, két rabló közé feszítik meg, és azt írja róla Ézsaiás a Jézus halála előtti 500-700 évvel azelőtt, mielőtt ez megtörtént volna, azt írja Ézsaiásról a proféciáiban, hogy fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri büntetés. A bűnösök közt adtak, sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után. Bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. És azt is mondja az ige róla, hogy hagyta, hogy bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Mennyire látjuk itt ebben a proféciában, és Jézus kereszthalálakor azt, amit itt megprofétált Ézsaiás, hogy bűnösök közé sorolták, fogság és ítélet nélkül hurcolták el, mert ugye Pilátus kimondja róla többször is, talán mint a háromszor is, kimondaná a nép előtt azt, hogy nem találok benne halálra méltó, halálos ítéletre méltó bűnt. És Pilátus próbál elkövetni dolgokat, hogy ezt a nép belássa. És tudjuk azt, hogy két bűnöző között feszítetik meg Jézus. És mégis az egyik bűnözőről és az egyik latorról, ahogy akkoriban nevezték őket, tudjuk azt, hogy mégis felismert valamit ebből, az egészből. Egy bűnös, egy bűnöző, aki éppen a haláltusájában van. És azt szeretném nektek ezzel kapcsolatban mondani ma csak, hogy amikor 17 éves voltam, és szembesültem mindazzal, amit itt ezekben a videókban ti most hallotok. És én is hallottam az evangéliumot, hallottam azt, hogy mi történt Jézussal, mi történt Istennel, és kezdte megérinteni a szívemet ez az egész. És kezdtem gondolkodni rajta, hogy akkor hogy is van ez. De mégis Isten kijelentésére volt szükség ahhoz a szívemben, hogy kijelentse magát nekem, hogy ő létezik. Mert én azt sem hittem el, hogy ő létezik. És egyszer csak jött a szívembe egy bizonyosság arról, hogy Isten létezik, és hogy ő van. És amikor elkezdtem olvasni a Bibliát, akkor teljesen nyilvánvalóvá lett előttem az, hogy Isten szól hozzám a Bibliából, és hogy ő él, és valóságos Isten. Mikor megtérünk, az nem a mi törekvésünk elsősorban. Az újjászületésünk nem a mi munkánk. Azt mondja az ige, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És rendeltelek arra, hogy gyümölcsöt teremjetek, és hogy gyümölcsötök megmaradjon. Jézus azt mondja, hogy az jön ő hozzá, akit vonz az Atya. Szóval hősködhetünk itt a földön azzal, hogy majd én eldöntöm, majd én tudom, majd egyszer, vagy mielőtt majd meghalok, megtérek, és lobogtathatjuk a nagy öntudatunkat. De
abban, hogy mi vagyunk a főnökök ebben az egészben, de Isten az, aki kiválaszt minket. Isten az, aki ki tudja jelenteni magát a szívedben, hogyha látja a szívedben azt, hogy keresed őt. És ebben a történetben, amit ma fogok felolvasni, az a nagyszerű, hogy ez a Lator, ez a bűnös felismerte Jézusban az Isten fiát. Felismerte azt a szolgát, akiről Ézsaiás ír, a szenvedő szolgát, és nagyszerű kijelentéseket mond Jézusról. Nagyszerű felismerések az övéi. És Jézus azt mondja neki, még ma velem leszel a paradicsomban. Holnap fogok beszélni többet erről az igéről, arról is, hogy mit jelent a paradicsom szó, arról is, hogy milyen felismeréseket nyert ez a bűnöző, és még több mindenről, a körülményekről ebben az igében. Ma csak ennyit akartam nektek mondani, és szeretném felolvasni végül a történetet. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponyahelynek hívtak, keresztre feszítették őt, és a gonosztevőket, az egyiket jobb, a másikat bal oldala, bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett. Mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, ments meg magadat. Felírás is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Ments meg magadat, és minket is! Nem fél a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon, ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink miatt méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem tett. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Köszönöm, hogy meghallgattatok, nagy öröm nekem, hogy velem vagytok. Isten áldjon benneteket. Sziasztok!